Ez itt a Morning Show. Megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. Tibi! Tibi! Kassa Tibi, Kassa Tibi, ba-ba-ba-ba. Hello, Tibi. Janira akartam még picit ráfűzni, mondtad, hogy, hogy a te koporsódat egy ember is tudja vinni, hogy milyen praktikus, nem? Hát halálosan. Hát kivéve, hogyha hambasztanak, nem? Mert akkor viszont ja. Hol van a ott van a tiktakos dobozban. Tudod, így mindenki zsebre teszik. Beköszöntő, Tibi. Elég jó volt, Tibi. Az apkásámat itt egészen nyugodtan finom kis morgó. Egyébként figyelj, ez az apkása, tehát ha valami néz ki egy ilyen rossz, ilyen szétúrt gyurmának, egy ilyen csiriznek, egy nem tudom minek. Nem szép. Valóban. Ezzel egyetértek, hogy ez nem szép, de jó. Viszont kipróbáltam. Egy csomó értékes dolog van benne. Egyébként nem érzel egy picit analógiát magaddal? Bennem is van egy. Benne. Igen, csúnya, de finom. Igen. Hogy kipróbáltam ezt az alvás segítő, ilyen ébresztő programot. Erről beszéltünk már többször adásban. Hogy úgy ébreszt föl, hogy pont... Hogy megnézi, mikor forgolod, mikor horkantasz, mikor böfentesz, és akkor abból kipakolja, hogy mikor kell fölkelni. Na. Csak ugye az a probléma, hogy ez nem precízen akkor ébreszt, amikor te ébrednél, hanem 3-10-kor. Ugye kicsit úgy belő egyen ideálisat. És tudod, hogy mennyire nem működik nekünk ez. Belőttem, beállítottam, hogy én 6:30-kor szeretnék kelni. És ugye egész éjszaka monitorozta, hova fordultam, hova perdültem, mikor szusszantam le. Majd egyszer csak hallom, hogy ébreszt ez a rohadék. Nézem, mondom, 6:20. Tudod, 6:30-ra volt beállítva. És tudod, ahelyett, hogy örültem volna, tényleg úgy nem kezdtem vizsgálni, hogy jobban ébredtem-e. Fogtam lendületből, föltöz vágtam a telefon, még 10 percet alhattam volna a rohadt édes anyádat. Na, de annyira felhúztad magad, hogy föl tudtál kelni? Utána felhúztam egy sima ébresztőt, 30-ra visszaaludtam, és keltem 30-kor, ahogy akartam. 10 percet elvett az életemből ez az intelligens ébresztő program. Tehát azt mondom, hogy 1-2 percet be tudok nyelni, de 10 perc, mikor ilyen kiélezett helyzetben ez nem lehetséges. De viszont lehet, hogy ez a 10 perc az pont segít, mert nem egy mély fázisból kelsz föl, hanem akkor éberebb vagy. És ha akkor ébredsz, kevésbé érzed magad álmosnak. Tehát ez van valami. Éberebb voltam, mert úgy vágtam föltöz, figyelj, hogy csak úgy csattan. Tehát, hogy almás telefon még így széttörni nem láttál, és közben még beszélgettem, a jó édes anyádat még 10 percen volt, te szemétláda, tudod. Mi van az új almással, megszerezted? Nem, ezt én most ki is hagyom. Ez most annyira ilyen álfejlesztés, hogy most először lázadok, a kétségbe is, és azon szintjére nem jutottam el, hogy Jani telefonját megvásárolja, mert a pánik, tehát a sziklaszír célén még nem állok, nem készülöm magam levetni a szikláról, de ezt az újat, ezt most kihagyom, te? Nem tudom. Nem tudod még. Hát te úgyis kapsz, neked nem mindegyet. Majd nem, engem rászorít az élet majd, mert hát... Jó, mert már van baja. Hát annyi szóztuk már szóval, hogy már küldhetnének. Egyébként igen, nem csak, hogy te meg a Laci, azért itt nagy technikai örültek vagytok, mindjárt megvetélek a legújabbat, ez most kimarad? Hát figyelj, igazából... Egy-két dolog majd gyorsult egyébként. Megvettem volna, hogyha egyetlen valódi fejlesztés lenne benne 2 évvel ezelőttről. Nem mondhatsz ilyet igazi a másként. Tele van korszakalkotó újításokkal. Tele van, úgy, mint a tárcsázás. Figyelj, meglátjuk. De minek vársz annyit, ha a következő almást szeretnéd megvenni, akkor vedd meg az előző Galaxit. Ez a ragyar rossz. Jöttök utánunk mindenbe, érted? Még mindig úgy kell elhúzom a fotókat, így akadnak a fotók, érted? Hát hihetetlen. Viszont figyeljetek egy picikét, hogy még itt a felvezetésen muszáj vigaszt nyújtsatok nekem, mert megint kezdek megfigyelni magamon ilyen B-oldal jeleket. Beszéltek már ma reggel is arról, hogy kicsikét jön a B-oldal. Most a Balázs, neked is jön, azt mondják a fiúk. Érzik? Hát én még azért közelebb vagyok a 30-hoz, mint az 50-hez. Mi mennyi vagy? 37. Miért lennéd te? Ja, az 50. Ja, jó. De a 40-hez. Hát a 40... Na, én azt mondom a srácoknak, hogy ők közelebb vannak az 50-hez, mint a 30-hoz. Hát ők már lassan a 60-hoz. Az erősen B-oldal. A genetika lényeg. Egyébként ez is igaz. Genetika. De én még közelebb vagyok a 30-hoz. Tudjátok, miket veszek észre magam? Csak az, hogy nyújtsatok egy picike vigaszt. Ha egyedül vagyok, és tévézek, akkor elkezdek beszélni a reklámokhoz. Elkezdek vitatkozni a reklámokkal, tehát hogy kérdezz meg anyádat, ő is azt használja. Aha, biztos azt használja, hagyjatok már. És elkezdek válaszolgatni a reklámnak. Már csak egy ugrás, hogy vitatkozz a híradóba. Simán nyomom. Lesz. Mikor elhangzik valami a híradóban, hozzávágod a cipődet, elkezdett vitatkozni vele. Ez szerintem nem korfüggő, csak attól függ, mit nézel.
Figyelj. Hogy melyiket, igen. Figyelj, kőkeményen. Tehát, hogy lemegy a reklám, és az a minimum, hogy így annyit utána mondok, hogy aha, jó van, persze. És ott ülök egyedül, és beszélgetek a tévéreklámmal. Tehát, és ennél még megint van még egy komolyabb fázis, amikor elkezdenek bizonyos termékek érdekelni, és felkapod a fejedet. Ja. Ez is olyan. Tehát micsoda? Majd amikor, hát mit tudom, jön egy prostata reklám, és már azért egy kicsit befigyeled, már úgy hasonlítod a sugarat a sajátoddal, és elkezded figyelni. Hát, hogy megelőzés szempontjából nem mondta ilyeséget. Kérlek, Gesztesi, hagyd, hogy lemaradjak róla. Hát, beszélek Gesztesi, akadozik neki. Amikor majd bizonyos reklámokat kiemelsz, és jobban észreveszed, mint a többit. Majd figyeld meg. Na, csak azért nincs, mert nekem a párom reggel a prostata gyógyszert kirakja a C-vitamin mellé. Tehát, hogy nekem az egyébként jó. Ő aggódik, hogy kicsim, de itt a prostata gyógyszered, nem vetted. A prostata gyógyszered a párod kezén van. Na. Jó, a másik figyelj, amit észrevettem, és nagyon idegesít, és nem csináltam régen, az, hogyha vicces üzenetet... Igen, az zuhanyzás. Mindennapi zuhanyzás. Igen. Ha vicces üzenetet olvasok, vagy bármi olyat, ami egy kicsit ilyen mókása, vagy bármi, vagy olyan kommentet, akkor olvasás közben egy ilyen bárgyú mosoly kiül az arcomra, hogy... És nem tudod, hogy mit olvasok, csak azt látod, hogy az érzelem így ilyen öntudatlanul kiül az arcomra, miközben olvasom. Na mondjuk. Ez a szenilitás. Hát akkor nem akarok megöregedni. Vagy nem így. Vagy legalábbis nem így, igen. És figyelj, a legundorítóbb, amit viszont már tényleg idegesít, hogy mikor írok SMS-t vagy üzenetet, akkor észreveszem, meg mindenki más észrevesz, hogy félhangosan mormolom, amit írok. Tehát nincs csukva a szám, és nem csak úgy simán írogatom, hanem nem mentem neked, hogy és akkor hozzá tehet, és a számról le tudod olvasni, amit írok be. Nagyon tisztelek, Claudia, de még egyszer poénba léci, ne vágj bele. Nagyon nem keveset dolgozok. Gyerekek, Claudia. Csak mondom, hogy az iOS 8, majd szóljáti ott olyat tudtok, már, de nem az applikáción keresztül, hanem az SMS funkcióban. Ne dob magas labdát, Balázs! Mi van? 2 éve tudja az övé. Tudod? Uh-huh. Ne, Balázs! Most, vonulj vissza! Most mit akartál? Ez most valami, hogy hívják informatikai oldalra? Balázs! Ezeket egyeztessük. Szerintem csak oda rakták a jelet, de nem tudja megcsinálni. Az valahol... SMS diktálást akartad most eladni? Igen. És mi van, Balázs? Balázs, mi ez? iOS 8-on miért csak most tudja? Vonulj vissza! De nem applikációban. Tudom! Igen. Balázs, bekapcsoltad a fluxus kondenzátort, visszamentél a múltba egy pillanat? Jaj, Balázs, ezeket egyeztessük. Miért nem tudta? Miért csak az iOS 8 az volt csak. Mert mi tökéletesre törekedtünk, kivártuk, míg valóban használhat. Na, most azt bediktálnék oda valami SMS-t, azért megnézném, mit ír be valójában. Én sajnos láttam, mit ír be Balázs. Jó, pont azt, amit mondasz. Igen. Te diktálod az SMS-eidet már? Nem, én nem használom. Mert nem tudtad, hogy van ilyen. De tudtam, de nem használom. Ja. Nem használok egy csomó dolgot, mert hogy egyszerűen értem. Nincs azok kedvére, akik lemaradtak erről, Balázs egy korszakos újításként közölt, hogy mi már tudunk diktálni az új... Uh-huh. Az iOS 8-ban már tudok diktálni SMS-t, nagyon szeretem. Amit az Androidon már egyáltalán 2-3 éve zöggenőmentes. Jó, de megnézném azért, mit ír be. Viszont az almás egyébként pontosan így kommunikáló, hogy te. Így, pontosan így. Így adják elő. És most jöjjön az igazi szenzáció. És mindenki benyalja. És mindenki vesz belőle 1 millió darabot. Jó, majd mindjárt a best of alatt teszünk egy kis most szemetet. Annyira láttam az arcodat, hogy kezdtél, hogy jó, talált egy új funkciót, és figyelj, most már tudunk dicsos... Laci mutatta az iOS 8-a, nekem még nincs iOS 8-am. Balázs! Gyere vissza, szakadj! Ne menj a tűz felé. Na jó. De nem a késve érkezett fejlesztések azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Sokat beszéltünk már erről, de most megint kell róla. Tehát, hogy mindig, amikor ez a kicsit ilyen influenzás, ilyen kicsit ilyen prüszkölős, kicsit idő van, most megint körülöttem kb. 20 lázasak, egy kicsit beszéljünk már ezekről a hősfertőző dolgozókról. Már megint. Bementem egy benzinkútra tegnap. Arra? Nem ám máshol látunk. Nem ám aztán majd megírják, hogy... A kényszer bevitt egy nem oda, de áruló, pedig már... Áruló, határuló. Hát közben mit mondasz a reklámban? Te igen. Más kútra jársz? De csak egy kóláé szaladtam be. Tehát semmi, tehát hogy nem... Tehát a tankolók leszáradjon a kezem. De akkor küld a Gábor.
Tényleg, mi mész neked bete, ciki így. Már lassan igazatok van. Illő szerződésed van, ahogy halljuk a reklámblokkban, nem menjünk be más kutakra. Hát fölnyomnak, érted, megírja a Blik, hát ne csinálj. Kólájé szaladtam. Állj meg a sarkol és küld magát. Nem tankoltam! Nem! És hozzál egy cserit is! Itt szendó! Na, tehát nem tankolni mentem, jó, akkor ezek kimostuk most magunkat. Jó. Bemegyek, és a következő módon veszi fel a rendelést a kislány a kasszánál. Mit adhatok? Láthatóan egy 40-42 fokos lázzal, kipirosodott szemmel, folyik az orra, a füle, a minden, és ott áll és dolgozik. És ott állok, tudod, visszaállok ott a kis kólámmal, és tudod, már hátrálok, már kezdem érezni, hogy lázasodok, már nem a mentőket akarom magamra hívni, hanem az NCIS-t, tudod, hogy nézzék meg, hogy mi volt a bajom visszamenőleg, mikor meghaltam, és veszi el a kólát, és tudod, oda, tudod, hogy előtte beleköpött, beleköhögött a kezébe, adod oda neki a kólát, hogy húzza le, már tudod, hogy viszed a csap alá megmosni, érted? És még akartam inni egy kávét. Elment a kávégéphez, szintén kérdeztek a kávégéphez, állok, mondom, Uramisten, leginkább semmivel, tehát, hogy a túró érjesz be dolgozni, te munkahőse, hogyha nyilvánvalóan fertőző, masszív beteg van. És ott állok, most én azt mondjam, hogy akkor benézek, és ledugok neki egy lázmérőt, és elmegyek a következő kúthoz, tehát valami minimális, ahol emberekkel foglalkoznak, ahol baromi sok ember megy át, ahol nyilvánvalóan lefertőzöd a félvárost, aminek a szomszédságába üzemelted a kutat, oda miért megy be valaki lázas fertőző betegen dolgozni. Tehát nálunk ez egy neuralgikus pontja azért a reggeleknek, tehát ez egy érzékeny rész. Nálunk a nagy hazaküldővel ül szemben. De nálunk is jogosan. Vannak azért emberek, akik szívesen bejönnek úgy, hogy betegek. Nagyon betegek. De most tényleg, mindig bejönnek. De tényleg, nem most maradnak otthon. Mert fél, hogy kirúgod. De értem. A kutaslány is szegény attól fél. Én értem, tehát nyilván ez egy probléma, mert nyilván nem elnézi a főnök, meg már megint beteg vagy. Tehát ezt a részét tökre értem. De egy főnöknek egyébként nem jobb az, hogyha a beteg otthon marad, az másik három alkalmazott nem megy betegszabira két napon belül. Értem? Hát ez nyilván sokban függ a főnöktől is, mennyire paranoiás, elhiszi el, nem gondolja, hogy lógni akarsz. Van-e valaki, aki aznap reggel be tud ugrani, lehet, hogy nincs helyettesítés, tudod, van, akik még hétfő, szerda, vasárnap a munkanapja, amikor a kett csütörtök nem tud bejönni, nem ér rá, ha kimarad a munka, nem nyit ki a kút. Tehát, hogy szerintem sokszor azért nem csak arról van szó, hogy mondjuk nem tud bejönni, vagy nem akar bejönni, vagy megtehetni, hogy otthon maradjon, hanem egyszerűen nem teheti meg, hogy otthon maradjon. De értem, hogy mit mondasz. Van az a típusú ember, akit hiába kérsz meg, hogy maradjon otthon, egyszerűen nem teszi meg. Mert ő úgy van, igen, akiben inkább az a pozitív ilyen küldetés tudat, igen, van, hogy ő betegen sem, mert a munkát azt el kell végezni. A múltkor utaztam egy taxissal, aki ugyanez volt, hogy hol van ezt a fuvar, és ülsz mellette, te jó ég. Hát nem gondolkodik, hogy vagy ő hal éhen, vagy inkább te legyél beteg, akkor azt válaszolja, hogy te legyél beteg. De hogy... Tökéletes. Igen. Tökéletes. Aki emberekből él, annak ezen el kéne gondolkodni. És elmondta nekem, hogy előző este még lázgörcse volt, de ma már egy picikét jobb, mert most már csak egy 39 körül van, már nem rázza úgy a hideg, és ott ülsz mellette. És beül, és rácsukja az ajtót, és tudod, hogy bent vagy. De előre ülsz a taxiban egyébként? Én általában előrülök, de itt szerintem tök a vírus nem ül hátra, vagy mi? Ne, a vírus mindig előtt, a vírus mindig jobb egyen van. A vírus mindig jobb egyen van. Kiül jobb egybe. Ott beköti magát. De ti hogy gondolkodtok erről? Hogyha mondjuk te érzed magadon, hogy tré van, és mondjuk egy pici láz, nem tudom, hogy te behozod? Nem. Nem, nem? Hát a lázasan én nem jövök be. Egyrészt szívesen maradok otthon. És mindenféle lelkiismert fúdás nélkül mondom ki, hogy gyerekek, nem jövök, és beteg vagyok. Hát jobb egy napot otthon van, de hát én hirdetem, hogy senki ne jöjjön be betegen a munkastárba. Tehát én nagyon nem jövök. De ha mondjuk van egy allergiám, ami mondjuk nem fertőz, mert tudom, hogy allergia és amiatt vagyok náthás, akkor bejövök, mert azt tudom, hogy nem azért van. De megfáztam, belázasodok, és mindenkit itt lekölgyek, nem? Nálunk egyen-ketten ezt csinálják, még mindig. Ugye? Nem csinálja, nem csinálja. Most nem, persze, most nem beteg. Nálunk a Juli is egy nagy betegen bejövő. A Juli a legnagyobb betegen bejövő. De azért... Megkértük százszor, hogy ne gyere be betegen, otthonról is megtöltse, és jön. És full beteg, és bejön. És ilyenkor van-e lehetőséged ilyenkor nem kérni a szolgáltatást? Tehát például, amikor azt látod, hogy mondjuk egy kasszánál, ez is a legutóbb volt, nem tudom, pár napja, szintén ugyanebben ebben a vírusos szezonban, hogy a kasszánál a hölgy pakolja át az utcaidat. Kezébe belekölj, fogja a cuccot és tekerj át. Nyilván illendőségből eltakarja a száját, amikor köhög, és akkor szépen utána fogja a te cuccodat, amit veszel, és egyesével fogja szépen, és tehát állsz mellett, hogy Isten, tehát most ezt kell majd megfogni.
Tehát, hogy ilyenkor van-e lehetőség azt mondani, hogy ne haragudj, nem áll, tehát, hogy ne fogd meg a dolgaikat. Ez, tehát, hogy de mikor rakját szája? Lábbal? Hát rúgd. Ugye, akkor rakd át lábbal. Nem csak, hogy neked ilyenkor nincs. Ha ott vagy, akkor már nyilván nem. De nincs lehetőséged, mert csak egy taxiból mondhatod azt, hogy... De miért nem mondhatnád? Elnézést, kiszáll. De te vagy a vendég. Hát hogy nem mondhatnád? Azt mondod, álljon meg a sarkon. Hát miért ne szállhatnál ki? Na persze. Fogod és kész, kifizeted azt a 250 forintot, hogy ne? Én szálltam már ki ezért taxiból, de semmi kellemetlen nincs. Itt a benzinkúton, mondjuk, amikor csinálja... Ha tankoltál már kicsit neccesebb. De nem az, hogy akkor benzin csak kérem, mert az is... Köszönjük szépen, állnék a vásárláshoz, úgy egy picit neccesebb. Jöjjenek egy búvárszivat jól és fejtsék le. Nem, de hogy például a kávét, amikor a kávémat töltögette ki, és megkérdezte a kávégében, hogy nem mondhatnád vissza? Hogy köszönöm azt a kávét, nem kérem. Semmi nincsen, nem mondhatod. Persze, nyugodtan. Azt mondhatod. Persze, ajánlhatsz egy kis C-vitamin. Hogy lassú felszívódás. Felezünk-e? Napi 1 gram, nagyon jó. Igen. Persze, hát ezt én nyugodtan mond vissza. Jani, te egy cukrászdába? Hát, egyszerűen így kivéthetetlen a dolog, de én nekem ugye azért krupa cél az immunrendszerem, hiszen metróval járok minden nap, és nagyon jól tudjuk, hogy a metrónál nagyobb vírushordozó gyakorlatilag nincsen. Hát te még ráadásul le is fertőtlenedget arra izét, a billentyűzet. Én nagyon odafigyelek ezekre a dolgokra, én állandóan takarítgatom a billentyűzetet. Ma reggel azt láttam, hogy ilyen spriccivel fújta a laptopját. Kézfertőtlenítő van a táskámban, saját szivacsomat mindig hordom magammal dobozban. Én nagyon odafigyelek arra, hogy ne hozzak be semmit, és ne is vigyek haza. Tényleg erre nagyon figyelek. Meg mondom, nálam mondjuk kivételetlen az, hogy megfogjak mondjuk egy olyan kapaszkodót a villamoson vagy a metron, amit előttem egy betegen befogott. Az rajta van a kilincsen, az ajtón, tehát hogy az egyébként mindenhol. De csökkentem minimálisan a kockázatokat, amennyire csak lehet. De jogos, amit mondasz egyébként, igen. Félre kérdezem. Aki megteheti, így van. Az nyugodtan maradjon, ott van főleg egy munkahelyen. Mert van egy olyan szemlélet, hogy mert én kemény vagyok, nem hagylak benneteket cserben, ugye? Tehát, hogy egyfajta küldetést tudod. Ugye? Beteg vagyok, de nem hagylak benneteket cserben, ilyenkor is bejövök. Igen. Kérlek, ne! Tehát, hogy tedd meg, hogy cukrot a kávém. Akkor jövő héten nem vagy ezek szerint, most megágyaztál egy picit. Igen, és egy kicsit. Vasárnap lebetegzel vagy? Megmondom őszintén, mintha kezdenék rosszul lenni. Félve kérdezem, hogy bíró úr, mi az ítélet? Mi SMS-be jött? Mit nyomott? Igen, megnézi, hogy mit ítéltek. És megnézi, hogy múlt héten ennyi. Mit adott. Nézd meg, mekkora szemét. Megnézi múlt héten mit adott, és abból kiátlagol valamit. Ítítetőt, átállt egy ítítetőt. Mit adjak? Na mi az ítélet? Biztos úr. Miért nincs az, mint egyébként sok helyen Ázsiában, hogy aki beteg, az felvesz egy maszkot? Itt van. Tehát azt megnézed például, leszállsz Ázsiában, egyrészt magukat is féltik, kettő, hogy ott nagyon sokan hordanak maszkot, tudja magáról, hogy köhöginfluenzás, felszáll egy repülőre, felrak egy maszkot. Nagyon. Kultúrált az egész, tudja, hogy mondjuk beteg vagy, nem akar valamit elkapni. Ez így valahogy Európában nem megy, pedig nem egy rossz rendszer. Ázsiában minden harmadik ember maszkba jár. Vagy azért, egyszerű, vagy azért. Praktikus és nem drága. Sőt, barom jó, mert ha az elején érzed, hogy mintha valami nem lenne, oké, földurrantod, én attól nem fogok rád úgy nézni, mint egy ebolásra, vagy nem tudom, hogy nem tudom, valami hantavírusosra érted. Tehát, hogy... Hát azért. De nem, hát az... Johannesburgba hárman beülnek majd maszkban mellénk azért, a kis Nelszprőti járatunkra hárman maszkban. Hárman maszkban. Mit mondanak? És ugyanúgy mondtál, hát felveszik a kis maszkot, és ott látod, hogy éppen mondja, hogy a denevérhúst készül elfogyasztani azon a kis helyi járaton, azért ott nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy influenzás. Abban van a vitamin, nem kell félni, jó lesz ez. Ilyen, jó, ha így beszélnek, jogos. Szerelmes vagyok benne, hogy beszélnek. Imádom. Még egyszer meghallgatod a zulu nyelvjárás. Ez azt jelenti, hogy a kicsit és a nagyot edd, a középsőt hagyd. A középső jó fej, edd a nagyot és a kicsit. Igen. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Jól van. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Aha. De alig várjuk már, majd a képet megosztja a Facebookon, hogy a turnébuszban ültök kettel a Gáborral, maszk van. Két paranoia. És vezettek. Jogos, megadom. Közelről vagyunk érintettek ebben a témában. Reméljük, hogy azon stábtagok, akik hallották ezt a megszólalást, mert hallgatnak minket, vették a lapot, ha nem tudják, hogy kiről van szó, Annáról és Juliról, hogy nyugodtan maradjanak ott, a betegek. Főleg mondjuk tétszituációban, amikor mondjuk tényleg az van, hogy tudod, hogy jövő hét fontos, akár forgatsz, akár utazol, és valaki bejön, mert úgy van vele, hogy ő még úgy kihordaná lábon. És a legszebb, a Juli, a titokban köhögő. Juli, beteg vagy? Nem. Pulóver. Juli, mondom, jól hallom, hogy nem. Valami csavarja az orrom. Érted, és azt mondja, miért nem mondta, hogy mióta vért köpsz, azóta jobb egyébként, mert hogy konkrétan, már jön kifelé. Konkrétan ott tartunk. Na mindegy, lezártuk, jó, megadtuk. De. Helyes. Egy picike, Jani,
Igen, itt vagyok. Békeidő. Egy picike, balra nézek. Nem. Az. Csak. Hol a pici? Hol a kicsi? A felvezetésnek be akarom mondani, csak hogy Jani béke van, jó? Tehát, hogy mielőtt rám indulná. Egy picike műmájerkedés irányába akarok elmenni, csak tudom, hogy nagyon magas labda. Tőle teljesen váratlan. Ugye? De nem, most egész véletlenül... Jani, direkt ezért mondtam, hogy béke van. Jó egészséget kívánok, és most a malária kerüljön el téged. Olyan jót kívánok. Tibi, a lényeget, mert 6 perc van a végén rovatodnak. Szóval igazából azt mondtam, műmájelkedés, félve kérdezem, jogosan a tas. Láttam egy rendszámot, és ez elindult bennem egy gondolatot. A rendszám a következő, Franko, ha nem a saját szememmel látom, azt mondom, hogy lehet, hogy nincs. Nagyon menő, nagyon merci. Nem láttam kívülben, nem láttam, hogy Csaj vagy Pali vezette, de a rendszám sokat elárul, betűzöm, hogy ne legyen túl feltűnő. Q-val kezdődik. Q, RVA 11. Ne. Nagyon jó. A saját szememmel láttam. Ne. A Váci úton. Ne. Elment mellettem, luxus, fehér. Még arra is emlékszem, hogy azt hiszem merci volt. Q betű, RVA 11. Mert nem kell találgatni, hogy érted, megdolgozott, te érted, vagy kapta. Kapta. De nem én... úgy van, hogy olyan szavakat, amik ilyet jelentenek, azokat nem adhatják, mondjuk az K-val írod, akkor Q-val kiadják. Tehát csak innen kérdezem, hogy ha valaki, láttad? Én láttam a saját szememmel, csak pont annyira elment, hogy nem bírtam lefotózni. Azóta egy másik ismerősöm is látta, és ő is kiposztolta egyébként. Tehát ha valaki tudja, hogy a Q RVA 11-es rendszámú személygépjárműnek ki a tulajdonos, és miért gondolja, hogy jó ötlet ezzel a rendszámmal közlekedni? Picit gondolkozzunk már. Én azt se szeretem egyébként, hogyha valaki ráírja, hogy... Mi van, egy Pali ül benne? Hát ugye akkor... Elviszed a csajod autóját. Há, nagy kége. Az kellemetlen. Tehát, hogy miért, tehát én mi azt volt, szeretem... Audi, vagy mi volt? Nem, mondom, hogy egy Merjo volt. Egy Merjo volt. De hogy Jeep? Nem, sima, egy ilyen valami sima kupé volt. De biztos, hogy sokan látták, hogy egyszerűen biztos, hogy valaki meg fogja írni. Csak hogy egyáltalán hogy vagytok ezzel a neves rendszámosdival? Ha valakitől nem állt távol egyébként az ilyenfajta gizdáskodás, az tényleg én vagyok. Tehát, hogy figyelj, ha én, aki annak idején a saját koncertemnek a plakátját ráragasztottam a kocsi motorház tetejére, hogy és fölalámászkáltam az Andrássyban, hogy mindenki lássa, érted? Tehát, hogy engem nem lehet megvádolni azzal, hogy szerény vagyok. De meg hogy nem használom az automat, de ez a neves rendszámozás, tehát te egy ilyen Sebestyén 001-et rápattintanál valaha az autódra? Nem. Nem soha. Mi? Szerintem nagyon kellemetlen. Vadon 010? Ezen dolgozunk. Csak még sajnálja rá a pénzt, mert nagyon drága. Fölraknád? Hát, soha. Lamborghini van a Józsi 01? Igen, hát az, igen. Hát az. Lamborghini, nem tudom, 40 milliós autó, Lamborghini Józsi 01, Józsi 07, nem tudom, mi a rendszám. És te mi gondolkozol? A Tibi 001-en, vagy mit? Boom 01? Mi? Király 00. Király 001. Irgalmatlan limó. T-Rex 2. Persze. De hát a Jimmynek nem király volt, vagy a kormányában volt benne egy korona, és ott volt egy király, vagy a nagyes Bálna Mercia volt, de azt hiszem a rendszáma nem király volt. De csak a kormányban benne volt egy korona. Hogy közben a hallgatók hallak minket, hogy milyen ilyen neves rendszámok vannak, szerintem baromi vicces, tehát hogy valaki megvesz mondjuk egy ilyen 40 milliós kocsit, abból nem elég, hogy bennünk még rá akarja írni a nevét. Tehát és soha a büdös életben nem tud nekem elmagyarázni, pedig ha valaki egoista, én az vagyok. Ismerek rendszámot, Góré 01-el is. Ne. Igen. Ismerem az illetőt ne. Is. Tiszteletem. Jó napot kívánok. Szép napot kívánok. Góré. Góré 01, igen. Góré. Hát figyelj, tudd, ne csak az autóból derüljön ki, a rendszámból is derüljön ki. Attila 2, 1 téve. Igen, mert annyi fér ki. Jó, érted. Nem az igazi, de majdnem. Hát, de nem. Úrám Isten. Érted. Jó, egy picit csokorba gyűjtöttem, amíg hát, hogyha küldenek egyébként a hallgatók ilyen gizdáskodós rendszámokat, hogy mik vannak, mert nagyon-nagyon érdekel. Vagy ha bárki tud erről, hogy a Q RVA 11, az ki és miért kapta ezt a nevet, tehát ebből jó lett? Egy fehér merga, látom most már én is. Ugye? Igen. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy ennek mi a sztoria, akkor mondja már el, hogy belepusztolok a kíváncsiakból. Tehát, hogy miért jó az Andrássyn föl alá korzózni úgy, hogy ez rá van írva. Tehát, hogy lehet, hogy mindenki számára amúgy is nyilvánvaló van, de miért jó? Egy pár dolgot kigyűjtöttem, még mik voltak annak idején a műmájerkedésnek az ilyen tipikus eszközei. Nem tudom, van az időszak, amikor ilyen voltak ilyen műmájer jelképek bizonyos időszakokban, ami soha nem számított igazán menőnek, de mindenki nagyon próbált vele. Szerintem ilyen volt a neves rendszám is. Nekem ez a klasszikus műmájerkedés volt egyébként a Nagy Fuchs is.
Tehát az soha nem számított szerintem igazán menőnek, nem? Amikor tele raktad a nyakadat, ráadásul ordított róla egy kamu, tehát a nagy Fuchs volt ugyanez, nem? Mint a neves rendszám. A nagy Fuchs Palatinus strand, aztán bement a sanba, és fölmaradt a Fuchs a víz tetején. Az megvan egy konkrét alát, ami egy gyerekkoromban, hogy jött a Fuchs, mert iszonyatosan kivarva, rombágyúrva, be a Palatinus, be, nyaklánc nyakba, és elkezdett a Fuchs úszni a víz tetején. És akkor jó, ami én ezt láttam. Szenzációs, hogy sírtunk rajta, persze, Fuchs fönnmaradt. Ugye bement az ember nyakig, és elkezdett a Fuchs úszni. Az mi? Uramisten. Finoman levette a nyakából, aztán összehajtotta. Ja, most mondják, megjött közben Gáspárral a tűzent, hogy Audi A7-es az, állítólag. Aha, azon. Még ezt írják a hallgatók is. Így van, megjött, és ott a kép, nem hiszem Mutasd el. Már. Akkor az nem Merci. Nem, akkor rosszul jól. Rossz az egy A7-es Audi. Nem hiszem el. Igen. És tényleg létezik az autó, ott van és büszkén parkol. Gyerekek, egy Opel Astra P, utána INA 03. Nagyon jó. Igaz. Nagyon jó. Ez nem igaz. Valaki életében a harmadik nő. És elnevezte róla, egyszerűen nem hiszem. Ez lehet, hogy Photoshop. Na. Na jó, de ezt meg én láttam a saját szememmel. Hát ez biztos, hogy az működik. Igen, az egy A7-es Audi. Jó, ami még ilyen gizdáskodás volt, és szerintem soha nem volt igazán menő, de egy időben ilyen műmájár dolognak számított, berakni egy akkora mély nyomót, hogy az Andrássy úton az összes kirakat betörjön, amikor te zenét hallgatsz. Mm-hmm. Meg van, amikor még az volt, hogy fontos egyébként. Hogy akkora mély nyomó volt benne, hogy szétvitte az autót. Egy évente kellett szervizre hordani, mert szétvitte a karosszériát. Egyes golfokban volt benne, tehát hogy ilyen feketére dúkozott, lesütőzött tabla. A zene sokkal többet érti, mint maga az autó. Igen. Egyébként. Csak mondd már meg nekem, tehát hogy oké, értem, imádom a zenét, imádom, hogy irgalmatlan jól szól, nagyon örülök ennek az autónak. De azért letekerem az ablakot is, hogy más is örüljön neki, hogy ennek mi de a funkciója. Ez erről szól. Ez a Mayer kérdés. Miért teszel föl neoncsövet a kocsi aljára, ami lilán világít? Hát nem emlékeztek, ez régen mekkora divat volt? Egyes golfokon, kettes golfokon, alulról megvilágított, a betont ugye a neoncső megvilágított. Lilafény. Ha láttál már igazán gagyit, érted? Amikor döngöl a hip-hop a kocsiból, akkor így azt várja az illető, hogy akkor valaki oda néz, és akkor felfelé mutatott, hogy egy olyan kocsit, hogy mekkora király vagy. Igen. Figyelj, a nyugatinál voltál, mentél és az oktogon felé, és már hallottad, hogy egy kis brutál jól szólnak. Mellé állsz, és tudod, kiveri a kólát a kezedből. Kinyitott a Bahnhof. Soha nem hallgatnék így zenét a kocsiban, még nem is tennék be akkor a zenét, amikor hallom, gyönyörű. Én imádom. Ezek nagyon szépen szólnak. Műmájerkedés tovább. Figyelj, amikor elmegy az ember, mondja a kislány, nem tudom, a kasszánál, hogy kérsz egy light kólát. Mondják, hogy nem tudom, 260 lesz. Elővesz a bal zsebéből 870 ezer forintot ilyen összegumizva ilyen rollniba, és nagyon látványosan így leszámolja róla azt a 200 forintot, az megvan? Van ilyen ismerős, aki ilyen rollniba nem tudja megfogni, olyan rollni lóvé van nála, annyi nem kell a napjához, annyi nem kell semmihez. Csak azért, hogy úgy tudod, így a marék pénzből kihúzza azt a két. Ugye? Akad itt még. Az igazi műmű. Igen, van itt még, ahonnan ez jött. Igen. Az igazi a nagy rollniban pénz, igen. Nagy rolniból kiszámolni a 200 forintot. Elő tudnád venni a zsebedből is, de kiveszed, tudod, ezért nagy rolni. Ja, én a legnagyobb májelkedést ezt az Aradi kaszinóban láttam, talán már mondtam egyszer, egy úriember, egy fekete hajú úriember ott állt mellettem az asztalnál. Mit csináltad egy kaszinóban? Volt egy ilyen időszak az életemben. Aradi kaszinó, és ott állt mellettem. Volt a répapüré. Valószínűleg lovakkal kereskedhetett, és ott volt a kis ujján egy olyan aranygyűrű, egy olyan pecsétgyűrű, amin egy teljesen formátlan aranytöm volt, ami három ujját kitakarta. Szerintem pont hegesztésen rögzítették arra a karikára, ami nem volt fontos, csak az aranytöm volt fontos. De jó. Hogy a másik kezével rakta rá a zsebkonokat. Igen, most visszajött. Az menő volt. De ezen röhögsz egyébként, szóval lesz szerintem szórakoztató. Hát, nem? Ha már nem tudod hova tenni, az felraksz egy arany... volt, hogy ez valami hihetetlen. Felraksz egy aranytömböt a három ujjadra. Zseniális. De kényszeres, veszel egy jó kocsit, az nem elég. Kényszeresen 2 méterre parkolni oda, ahova bemész utána ülni kávézni, vagy beülsz kávézni. Uh-huh. Hát félted, hogy ellopja. Hát igen. Megdolgoztál, érted? Nehogy valaki kárt tegyen abban az autóban. Az se baj, ha zebra. Az se baj. Oda áll az ember, hogy lássa. Így, igen. Nagyon elé parkolni, mennyire lúzer dolog, nem? Amikor be kell annak férni, azt addig parkolgatsz, amíg úgy mindenki látja, hogy azzal jöttél. Igen, tipikus. Igaz, jót van. De mondok még egyet, ami ilyen korszakos dolog volt, szerintem ma már nem divat, de ez a télen, és ezt én sem csinálom, pedig járok télen nyaralni. Ez a télen hazajönni ilyen rohatra barnulva,
hogy csak azért, hogy, és sőt még 2-3-at rászólizni, mielőtt bemész az első munkanapon, hogy ilyen igazi, ilyen ős tudok néger. Nem, mert szerintem az annyira műmájér dolog. Legyek árnyékban, ha elmegyek januárban nyaralni, azért ne fájjon azoknak, akik Nem erről beszélek, arról beszélek, aki lát, magára néz, azt mondja, hogy barna, de még nem az igazi, leszalad az újpesti szoliba, még tök az jó, rától egy az négyet. Menő, az menő. Rászolizni négyet. Mások bosszantása miatt még elmenni szolizni egyet, persze. Ez annyira. Hát ki, és kiben van a hiba? Benned, hogy egyébként elmész még szolizni, vagy a másik hülyében, aki azért ideges lesz, hogy neked jó volt. Hát azért a nagy tanítás abban, vagy te ideges lesz, hogy nekem jó, és barna vagy. Úgy, hogyha hát mindenki letolja, te meg négyet rászolisztál azért, hogy műmájen legyél. Tapa. Nem adod? Ezt nem. A többit igen, de az, hogy valaki azért jön barná januárba, és a többiek utálják, hát azokban van a hiba, akik utálják, nem az, aki kiment menni a napra januárban, nem? Ha én fölidegesítem magam, hogy neki jó, tehát hát akkor én vagyok jönni, a hülye, nem ő, hogy ő még rászolizott. Haza fogsz jönni a Timbuktuból, azt mész rászolizni? Soha most nem szolíztam még rá nyaralásra, de az aha, a valaki ezt egy kicsit meg akarja hosszabbítani, hogy barna. Az a hülye, aki azon főhúzza magát, hogy neki jó volt, rohadjon meg. Hát az, ezek után, hogyha találkozunk a Káposztás megyeri szoliba, amikor hazajöttetek, nagyon fog rögni rajta. Mind a kettő, te is Tibi! Hát még azért ráhúzunk két hetet azért, csak kicsővel nyomunk még. A biztonság kedvéért dobjál be egy marunk bétakarotint. Meg a csollak kőbányai vagy. Ha Sörtölik, nem baj, figyel valaki azon ideges, hogy barnán jövök haza, hát az az ő baja. Hát azt emessze meg, nem? Hát nem jött semmi azt a izéről? Oknyomozásunk nem ért végére? Rendszámok, rendszkőnek, azt megfejtették, az nem is egy A7-es, az egy S7-es. Na most már jó. Most egyébként mindegy Audi. Igen. Semmi nem jött? És nem a foglalkozásra utal, hanem arra mindegy. Aha. Érted? Tehát, hogy minden, csak más a szó az elején. Igen, hogy minden mindegy. Igen, van a nekem 8-as reklámállító rendszámtábla, ez is létezik. Fekete Merci Strici 007-tel. Az már célzatosabb. Az már célzatosabb. Finom. Puna 2-es Mercedes S osztály. Puna 2-es. Mennyire jó szó. Annyira. Annyira. Én ezeket szeretem. Én ezeket szeretem. Milyen fiatal, hogyha egy rendszámot, csak lezárásképp, ha egy rendszámot föl lehet venni, adjunk egymásnak rendszámot, jó? Mindenki, Balázs Janinak, mi legyen a nem, segítek, nem Jani tudom. Adj egyet a Balázsnak, valami jó menőt, amiből hogy kijön. Hogy na, most az abot. Igen, most Ne, valami jót, ne, most ne haknizzuk le, valami jót a Balázsnak. A Balázsnak, várj, elsőrönözés, Búra 01. Nagyon jó sorozat a Búra egyébként, most kezdem el nézni. Búra 01-0. Balázs, ezt én nem hagynám. Olcsó volt 08. Nem fér ki. Hány betű lehet? Feri, föltüzellek. Tinta 002. Bársz. Nekem. Tinta 002. És jöhet egy nekem is. Na, valaki. Tibinek rendszám? De szemetek vagytok. Igen, Tibinek rendszám. Na, erre gondolkozom. Pénisz. Hát, ha már azt már ki kell írni. Pénisz 002. Azt nem tudom, hogy ez igaz-e. Vagy csak legenda. Padlizsán 001? Vagy? A Padlizsán az miért? Még az előző téma miatt. Ja. Nincs? Valami jó. Nem, nincs ötletem. Mit lehet tenni a Tibinek? Na, tedd oda magad. Gyerünk, Jani. Várjál, hogyha prioritásokul indulok ki, akkor legyen mondjuk Boom 02. Te szemétlád. 02. Igen, I Love Liptai 001. Igen, jó. Igen. Hát jól van. Jogos. Félve kérdezem. Felkészültél. Jogos-e a tas. Hoztad. És a sikoly. Nem tudjuk elhallgatni ezt a tapsot. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. A Klassz FM-en.